18. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók Országos Szövetsége Tolna vármegyei szervezete a Prima Gálát. A Szekszárdi díjátadó kapcsolódva az Országos Prima Primissima rendezvényhez szakmai és közéleti kategóriában ismeri el a vármegyében élő és dolgozó kiválóságokat. Az 5 kategória közül az egyikben 2 tamási vállalkozó is átvehette elismerését. Csepregi Ferenc és Pech Tibor vármegyei év vállalkozója díjat kapott. Nagyon nagy meglepetés volt, amikor közölték velem, hogy idei évben én kapom ezt a díjat, és mindjárt az jutott eszembe, hogy vajon én érdemlem meg ezt a díjat, és azt gondolom, hogy legalább ennyire megérdemlik a munkatársaim, akik nélkül 33. éve már nem tudnám a vállalkozásomat csinálni. Sajnálom, hogy ők nem lehetnek itt, de én azt gondolom, hogy egy vállalkozás 30 évet, mert ha meg tud élni, akkor az csak egy jó csapattal tudja megtenni. Egy olyan csapatért, aki azt az értékrendet, amit a cégnek a vezetője képvisel, azt ők magukénak vallják, és főleg egy kereskedésben minden pillanatban szeretnének megfelelni a vevők elvárásainak, és annak, hogy a lehető legjobbet nyújtsák. Én megpróbáltam őket ebbe segíteni, úgy tűnik, hogy sikerült, és hát annak pedig külön örülök, és meglepő volt számomra, hogy ezt valakik észrevették, és úgy gondolták, hogy erre egy kis fókusz kell tenni. És persze köszönöm mindenkinek, aki mögöttem állt, elsősorban a családomnak, mert hát ő nélkülük nyilván nem lehetne sikeres a vállalkozás. Ők is itt dolgoznak a vállalkozásban, a fiam is, lányom is, feleségem is, és azt gondolom, hogy ez most mindenünké ez az elismerés, és hát boldogan osztozom mindenkivel ebben. Csepregi Ferenc vallja, ma már egy vállalkozó számára éppen úgy feladat a társadalmi szerepvállalás, mint a szakmai pénzügyi siker elérése. Ez így van, én ezt mindig így gondolom. Én ezt láttam abban a közegben, amiben felnőttem, amiben gyerek voltam, hogy a közösségért tenni kell. Azért a közösségért, amelyik közösségben dolgozik az ember. Ezt fogalmazhatom egyszerűbben is, ha én az asztalról szeretnék valamit elvenni, akkor oda tenni is kell. És hát ezt nem csak Kisszékelyben, szülőfalumban, hanem azt gondolom a városban, ahol hosszú évtizedek óta élek, és ahol a vállalkozásom van. Én azt gondolom, hogy ennélkül nem lehet egy vállalkozás teljes. Kell azokat a civil szervezeteket, azokat a művészeti csoportokat, vagy minden olyan szervezetet, minden olyan kezdeményezést, legyen a sport, vagy bármi, ami ezt a várost élteti, ami a mi városunkat mássá teszi, vagy komfortossábbá teszi. Ezeket kell támogatni, és ezt tényleg szívem szerint hosszú évek óta, évtizedek óta teszem. Remélem más is így gondolja. Pech Tibort arról is kérdeztem, mit jelent számára a Prima díj, miben látja a sikertitkát. Azért nagy öröm számomra ez, mivel azért elég sok munka van a dolog mögött, és hát megdobbant egy kicsit a szívem, őszintén megmondom. 96 óta csinálom a vállalkozást, nagyon kicsibe kezdtük, és szerencsére azért elég szép eredményeket értünk el az évek alatt. Én úgy gondolom a tisztességes munkának, tisztességes kereskedelemnek, és nyilván a jó munkatársaknak is köszönhetem ezt az elismerést. Nálam is vannak olyan emberek, akik már több mint 20 éve nálam dolgoznak, próbáljuk őket megbecsülni, és hát ez a közös csapatmunka, ez mindig eredményre vezet azért. Igazából, amikor bármilyen probléma adódik, akár egy családnál, akár legyen az mondjuk sport, vagy egyéb közéleti dolog, mindig azért próbálunk mellé állni az ügynek. Tamási Városnak egy defibrillátor készüléket is vásároltunk, mert úgy éreztük, hogy szükség van rá, és ezt szívesen tettük. A Prima Primissima díjat 2003-ban alapította Demján Sándor vállalkozó azért, hogy a magyar tudomány, kultúra és sport nagyjai előtt tisztelegjen, a magyar értelmiség és a vállalkozói kultúra értékeit megőrizze. A Szekszárdi vármegyei díjátadón ünnepi gála műsorral köszöntötték a díjazottakat.